Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves Úr testvéreim! Advent 4. hetének hétfőjén az emlékedésünk anyaga a következő szentírási idézet lesz. Bement az Úr templomába, miközben az egész népsokaság kívül imádkozott. Zakariás papról emlékedtünk már az előző emlékedésben is. Most egy kicsit hozzáteszünk még egy-két nagyon fontos üzenetet, amit Isten a mi számunkra akar majd érvényesíteni és lekedvelni azokban, akik mostanában szenvednek sok minden miatt, kellemetlenségek miatt. Zakariás tehát híven végzi kötelességét egész életében, nem kíván mást, mint a közeli kis faluban nyugodt boldogságban éljen, nem kívánja azt, hogy Isten palotát adjon neki, azt azonban kéri tőle, hogy adja meg ezt a fölséges Isten, ezt az örömöt, hogy gyerekek futkostak az udvaron, hogy családi élete van, ahogyan annak idején ígérte Isten, hogyha vége lesz a fogságnak, a fogságba hurcoltak, visszatérhetnek Jeruzsálembe, fölépítik Jeruzsálemet, és mindenütt utcákon, tereken, gyerekzsivaj és öreg emberek is, tehát együtt a társadalom bőséges csoportja, ez lesz majd az igazi boldogság. Ez Zakariásnak is végső sorban mindene megvolt, csak gyermek hiányzott, és az nagyon hiányzott. Isten azonban úgy igazgatta az életüket, hogy hosszú, látszólag eredménytelen életük végén angyalt küldött hozzá, aki elmondta, hogy Isten meglátogatja Zakariás házát, és gyermeket ajándékozza a feleségének, akit majd úgy tisztelhet az egész történelem, hogy Jézus Krisztusnak, a világ megváltójának az előfutára. Tehát nem csak azt ígéri meg Zakariásnak, hogy a fia majd megszületik, tehát lesz természetes öröme, hanem egy ilyen természet fölötti távlatba is helyezi rögtön az angyal szavának elejével ennek a kisgyereknek a jövendő sorsát, előfutára lesz, és ő el fogja érni, hogy az idős emberek, az Isten országának idős tagjai és a fiatalok is megértik egymást, és békességben építik a megváltó hatalmas országát. Ne félj, Zakariás, mert meghallgatást nyert könyörgésed. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, és a nevét Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigasságod lesz ő, és sokan örülnek majd születésén, mert nagy lesz az Úr előtt, Illés szellemével és elejével fog előtte járni, hogy az atyák szívét a fiúkhoz fordítsa, a hitetleneket pedig az igazak okosságára, és így alkalmas népet készítsen az Úrnak. Tehát egy gyönyörű távlatot fest rögtön az angyal az idős papbácsinak, aki képzeljük el, ott áll az tömjénező oltárnál, kezében a tömjénező tál, másik kezében a kanál, hogy belemeríti és rászúrja a tűzre, és megáll a keze, mert észreveszi, ott áll egy angyal. És a zsidóknál az a tévhit volt elterjedve, hogyha az ember angyallal találkozik élete során, akkor hamarosan meg kell halnia. Az angyal azt jelenti, hogy jövök a lelkedért. Senki nem szokott örülni, ha angyallal találkozik az élet folyamán. Zakariás is megijed, mikor meglátja,
És az angyal, amikor elkezd beszélni, hogy fiú a felesége, ez a fiú majd nagy lesz, messiás előfutára lesz. Ő készíti fel az embereket arra, hogyha találkoznak vele, akkor hogyan és mit kell majd tenniük, hogyan kell fogadniuk a messiás királyt. Aztán jön a következő, nem csak a jövője szép, hogy a messiásnak az előfutára lesz, hanem egészen kemény életet él majd, de nagy dicsőség övezi. Illés prófétának a szellemével, tehát lelki erejével járja majd élete útjait, és előkészíti az embereknek az útját a messiás fogadására. Tehát olyan távlatok, olyan csodálatos isteni elgondolások, amiknek nagyon lehet és kell is örülni. A történet most is újra élhető, és át is élik általában nagyon sokan. A mi hazánknak születtek ugyan gyermekei, de nagyon kevesen. Sok tisztességes és nemzetét féltő magyar aggódik amiatt, hogy ilyen a helyzet nálunk. Tehát Isten népe lettünk 1000 éve, és egyházának Krisztus titokzatos testének védelmét bízta ránk az Úr. Naponként most is itt gondolunk erre az isteni jóságra, hogy kiválasztotta mi népünket is. Talán már többen bele is nyugodtak abba, hogy lassan pusztul a népünk, és talán már azt is elkönyvelték egyesek, hogy hamarosan felére csökken az évezred felénél, már felére csökken, mondják magyaroknak a létszáma. Tehát sok mindent meg kell gondolnunk, nem kellene nekünk is többet imádkozni a népért, nem kellene Istenhez fordulnunk, aki azt ígérte Zakariásnak, hogy születik fiad öregségedben is, nincs lehetetlen Istennél. A magyar viszonyok tehát hasonlítanak egy kicsit Zakariásnak, az egyetlen embernek a lelkületéhez, aki minden esztendőben kénytelen feleségével együtt újra így összegezni, hogy semmi reményem nincs ahhoz, hogy az fölséges Isten engem, gyermekem családjába boldogítson.